Szovátán már nagy hagyománya van annak, hogy a nyári időszakban a fürdőtelepen minden hétvégén meghívott előadók szórakoztatják a közönséget, valamint a Szovátára látogatókat. Június 21-én elkezdődött a nyári telepi rendezvények sorozata, amely augusztusig tartott. Szováta város önkormányzata minden évben arra törekszik, hogy olyan színvonalas előadásokat láthasson a közönség, amelyek megállják helyüket a művészetek sorában. Yeah.
A szomátai közönség az Udvarhelyi Néptáncműhely figurás című előadását láthatja, amelyet Orza Kölin rendezett. Az előadás a magyar néptánc és hozzá kapcsolódó zenekari és vokális dallam világát idézi. Az előadásban láthatnak egyéni, páros és közösségi táncokat is. Rendhagyó módon elkezdődtek a nyári rendezvények, új helyszínen, a Amfiteátrumban. Tudnélik, 2016-ban, amikor elkezdtük ezt a rendezvénysorozatainkat a vendégek, illetve a szobátaiak szórakoztatására, akkor még úgymond a Petőfi Parkban költségvetés nélkül önkéntesekkel kezdtük el ezt a tevékenységünket, látván, hogy mennyire nagy érdeklődést mutatnak úgy a vendégek, mint a helybéliek, lassan, szép lassan hozzarendeltünk költségvetést, illetve láttuk, hogy új helyszínre is szükség lesz, és így lett az Amfiteátrum. Mindenképpen ezt folytatni kell, mindenképpen azt látjuk, hogy a jövőben még nagyobb költséget kell ehhez hozzarendeljünk, és még nagyobb neveket kell hozzunk, mert hogy erre igény van. Volt erre igény az 50-es, 60-as években is, mikor hasonló tevékenységek voltak a régi nyári moziban, és van most is.
A nyári telepi rendezvényeken színes és változatos volt a fellépők listája, minden korosztály számára kínálva szórakoztató programokat, előadásokat. Formálját engem, hogy hasonlít csak rád, drága szent lelkeddel, gyere közel hozzám, egy pillantásod, ha megtalál, az többet jelent minden szórán, jelenléted, ha eláraszt engem. Egy pillanás dicsőségedből, s újjá lesz minden bennem, Jézus vérén átjövök hozzád. Egy pillantásod, ha megtalál, az többet jelent minden szól. A nyári telepi rendezvényeken a Parajdi Fúvós zenekar is emlékezetes fellépéssel örvendeztette meg a közönséget. A zenekar vidám, lendületes dallamokkal járult hozzá a rendezvények ünnepi hangulatához, és tradicionális fúvós zenével töltötte meg a teret. Thank you.
színpadán pedig fogunk egy 60 perces koncertet adni, ahol elhangzanak marsok, keringők, szórakoztató darabok. Elég régen járunk, elég rég megtisztelnek a felkéréssel. Jövünk ugye a Petőfi Parkba volt idáig a nagy színpad, és úgy évente 4-5-ször lépünk fel itt Szovátán szezonban. Egyébként szoktunk fúrzenekari találkozókon fellépni, mi is tartunk fúrzenekari találkozót Parajdon, ami idén szeptember 1-én lesz. Idén 5 fellépésünk lesz itt Szovátán, itt az amfiteátriumban, úgy értettem. A tél az nekünk a gyakorló és a tanuló időszakunk a zenekarunknak. Amikor kitavaszodik, eltelik március 15-e, akkor a próbákot felfüggesszük, és onnan tovább már színpadon gyakorlunk. Tehát onnan tovább már előadunk. Lévén, hogy hál' Istennek elég sok fellépésünk van, így a nyár próba nélkül telik el, mert ezt mi színpadon meg tudjuk valósítani. A gyakorlás pedig az iskola kezdéssel kezdődik, ugyanúgy, mint a diákoknak szépen beülünk próbaterembe, és heti 2 próbával készülgetünk. Az önök csapata milyen korosztályból áll össze? Hány éves a legfiatalabb, legidősebb? Hát elég színes a zenekarunk, hál' Istennek, mert a legfiatalabb tagunk az azt hiszem, hogy 14 éves, és a legidősebb az 85 éves. És az érdekesség ennek kapcsán az, hogy a 85 éves idős kollégánk mondhatni a legnehezebb hangszeren játszik, a résztángyért ütögeti, ami jó kemény fizikai munkát igényel. A szervezők nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a rendezvények programja mindenki számára vonzóak és sokszínűek legyenek. Céljuk az volt, hogy a különböző ízlésű közönséget megszólítsák, így a fellépők kiválasztásakor ügyeltek arra, hogy változatos zenei és kulturális élményeket kínáljanak. Ennek érdekében nem csak helyi és magyar nyelvű előadókat hívtak meg, hanem más nyelveken és kultúrákban tevékenykedő művészeket is. Így a résztvevők különböző nyelvű és stílusú produkciókat is élvezhettek. Oh, 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 oh
Margita íződeltőződeltő, benne vagyunk csipke bókor vesző. Arra rej a szállott búzsgerlice, arra rej a szállott búzsgerlice. A nyár folyamán a Szovátai Amfiteátrum színpadán a kisiskolások is lehetőséget kaptak a fellépésre, akik lelkes műsorukkal varázsolták el a közönséget. A gyerekek vidám előadásai szívmelengető pillanatokat okoztak a közönségnek. Mondhatjuk, hogy egy sikeres szezon zártunk a nyári rendezvények terén. Ugye új helyszínen, az új amfiteátrumban került megszervezésre az idén. Mint minden, ami új, egy picit be kell lakni, meg kell szokni, de azt látjuk, hogy egy igenis élhető és nagyon sikeres létesítmény az amfiteátrum. Ez a visszajelzése a vendégeknek, de nem csak, hanem a szovátai lakosoknak is, és nem feltétlenül csak a nyári rendezvények kapcsán, hanem mint olyan, mint a park is, egy nagyon kellemes hangulatú park. '16-ban kezdtük el ezt a nyári fellépőt, akkor mondhatni nagyon-nagyon szerény, szinte költségvetés nélkül, és önkéntesek hozzáállásával. Na hát szépen lassan eljutottunk erre a szintre, hogy most már van amfiteátrumunk, van egy kicsi költségvetésünk is, de azért nem feledkezünk meg azokról, akik annak idején támogattak és segítettek, mindig helyet adunk nekik a fellépésekre, és ugyanakkor évről évre, hogy gazdagodott a kínálat, és sikeres volt az a fellépő, akit sikerült meghívjunk, illetve
pénz fejében honoráljunk. Ezeket minden évben visszahívjuk. Tehát a maga a program az úgy tevődik össze, hogy az, amelyik bevált, azokat mindenképpen helyet adunk neki, és még bővítjük a portfóliumot a lehetőségek szerint. Úgyhogy az idén is így volt, és jövőben is ugyanez lesz. Tehát mintha lehetne azt mondani, bázis alapú tervezés, ami megvan, azt megbecsüljük, és még hozzá próbálunk tenni, hogy ez igazán egy olyan kerek dolog legyen, ami mindenki számára kellemes és értékelendő. Milyen visszajelzéseket kaptak, illetve ki volt, melyik fellépő, melyik esemény volt a legnépszerűbb? Hát talán ezt én nem tudnám elmondani, de azt látom, hogy ugye helyet adunk itt román, illetve magyar nyelvű előadóknak is, mert ugye a vendégünknek nagy része az román ajkú, a helybéliek, ugye, meg a környékbeliek azok magyar ajkúak, de ami jó az az, hogy nemzeti hovatartozástól függetlenül mindenki értékeli a másik nemzet előadását. Ez egy kulturál dolog, és ez egy jó dolog. És hogyha lehet azt mondani, hogy a maga a néptánc és a hagyományőrző előadások, ezek talán, mivel hogy nagyobb színpadi előadások, nagyobb csoportok lépnek fel, talán ezek azok, amelyek igazán nagy tömeget tudnak mozdítani. Az idei telepi rendezvények is nagy sikernek örventek, számos nézőt és érdeklődőt vonzottak a Szovátai Amfiteátrumba. Műsorunkat támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Médiatanács támogatási programjának keretében.